the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. Emberközpontú iskolát akarunk építeni. Olyat, amiben nem csak jól érezzük magunkat, gyerekek, tanárok, szülők, hanem a gyerekeknek tudunk egy útra valót adni. Olyan tudást és olyan készségeket, amelyekkel megállják a helyüket az életben, és boldog emberek tudnak lenni. Gyakran használom az infokommunikációs eszközöket az órákon, mert a gyerekeket magával ragadja, nagyon motiváló számukra, behozza a világot a tanterembe, inspirálólag hat rájuk, fejleszti a különböző kompetenciáikat, mint kritikai gondolkodás, szociális kompetencia, a kütyű, ami a feleltető rendszert jelenti, az megmozgatja a fantáziájukat, versenyszellemet ébreszt bennük, nagyon inspirálja őket, sikerélményhez juttatja őket, örömöt ad, és amit örömmel csinálunk, az sokkal hatékonyabban a fejünkbe megy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekekhez nagyon közel áll. Ezért használom és próbálok fejlődni. A Partners in Learning program keretében innovatív iskolai címet nyertünk, ami nagy büszkeség volt a számunkra, de még nagyobb hozadéka volt, hogy megismerkedtünk egy innovációs keretrendszerrel és egy bűvös kifejezéssel, a 4K-val. Vagyis a kreativitással, a kritikai gondolkodással, a kommunikációval és az együttműködéssel, vagyis a kollaborációval. Ezek azok a 21. századi készségek, amelyek nélkül egy gyerek biztosan nem fogja tudni megállni a helyét az életben. És megpróbáltuk ezt a 4K-t, ezt a 4 készséget adaptálni az iskolánkba, először a kollégák, a mi közös munkánkba, és utána pedig kitaláltuk a módját, hogy hogy juttassuk el ezt a gyerekeknek. A 4K-t beépítettük a helyi tantervünkbe, a pedagógiai programunkba és az egyes tanmenetekbe. És így biztosítottuk azt, hogy elsőtől 8-ig nem csak a tananyag tudást, hanem ezeket a fontos 21. századi készségeket is fejlesszük iskolánkban. Az IKT az több szempontból hasznos az oktatásban. Egyrészt azért, mert amikor PPT-ket készítünk, akkor a gyerekek nem csak hallják az adott történeteket az írókról, hanem például beleláthatnak az életében, tudjuk azt is prezentálni, hogy a kor, amiben ők éltek, az milyen volt, és sokkal jobban szélesedik így a látásuk. Ez az egyik. A másik, hogy ők maguk is készítenek ilyen PPT-ket, illetve diasorozatokat, például etikából, és ezáltal megtanulnak kommunikálni, megtanulnak beszélni, megtanulnak előadásokat készíteni, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen 8-ban, amikor ők elmennek felvételizni, akkor nekik ki kell odaállniuk az emberek elé, a felvételiztető tanárok elé, és gyakorlatilag el kell tudni magukat adni. Az új eszközök, amiket pedig elkezdtünk használni tavaly óta, mint az autokollégy, akkor ez a meghívó rendszer, az e-mail rendszer pedig azért hasznos, mert a mindennapi életben tudják ezt hasznosítani, hiszen mindenki e-mailezik, mindenki szeretne magáról, a barátairól egy mondást készíteni, vagy esetleg egy bulira egy meghívót, vagy simán csak egy naptárat otthonra, és ezekre mi itt bent megtanítjuk őket. Az IKT eszközöket osztályommal elsőskoruk óta minden órán használjuk. A számítógép és az interaktív tábla a különböző oktatóprogramok részei a tanóráknak. A gyerekek ezeknek az eszközöknek a segítségével játékosan sajátíthatják el a tananyagot. A pedagógusok munkáját sok ingyenesen letölthető oktatóanyag és feladatbank segíti. A hetekben teszteljük tanítványaimmal a Microsoft segítségével készülő okosdobozt.
Véleményem szerint az IKT eszközök nagy segítséget nyújtanak a 21. században szükséges kompetenciák kialakításában. A differenciáláshoz és a feladatorientált oktatáshoz nélkülözhetetlen a jó feladatbank. Iskolánkban 2 gépterem van, így megvalósíthatom, hogy minden tanuló önállóan, egyedi tempóban, egyénileg fejlesztő feladatsoron dolgozhasson. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Én azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, és örülünk, hogy részt vettünk ebben a kitűnő programban. Ebben az iskolában nagyon összetartó és hasonló gondolkodású, habitusú emberek dolgoznak, mindez engedhetetlen ahhoz, hogy közös erővel újítsunk meg folyamatokat, eszközöket, praktikákat. Modernizálás, korszerűsítés nem csak a gyerekek számára fontos, hogy ne elavult információkhoz vagy technikákhoz üssenek hozzá, illetve azokról tanuljanak, hanem nekünk, tanároknak is épp oly fontos. Egyrészt személyes tanulási fejlődési lehetőséget jelent, másrészt pedig kitárja az oktatási nevelési tevékenység eszköztárának kapuit. Innovációs iskolának lenni azt is jelenti, hogy egy lépéssel mindig előrébb járunk másoknál, illetve egy folyamatos, izgalmas feladat kipróbálni és továbbfejleszteni az újdonságokat. A tanításunk során nagyon gyakran használunk IKT eszközöket, infokommunikációs technológiákat. Ez ma már elengedhetetlen, és motiválja is a tanulókat. A korszerű iskola mindig az életben él. Nem egy elvont, külön hely a világból, hanem része az életnek. Ha mi nem találjuk meg a közös hangot a gyerekekkel, nem tudjuk, hogy ők hogyan gondolkodnak, milyen világban élnek, akkor mi a tanításban olyanok leszünk, mint egy csapat, amelyik üres stadion előtt játszik. Úgyhogy mi szeretnénk korszerű iskola lenni, aki nagyon sokat ad, és egy olyan iskola, és egy olyan közösség, ahol figyelnek egymásra, és nem üles stadionok előtt játszanak a tanárok. Jelmondatunkat iskolánk névadójától vettük. Legyünk büszkék arra, amik voltunk, és igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk. Azaz, építsünk a múltunkra, a sikereinkre, és mindig próbáljunk megfejlődni. Ezt a képességet szeretnénk átadni a tanulóinknak. Ennek jegyében nagyon sok képzésen veszünk részt. Belső műhely munkát tartunk, és csatlakozunk olyan kezdeményezésekhez is, mint a Partners in Learning program. Astronauts, be champions, standing in the hall of fame. You, you, you.